Jó, tehát a bal oldalon látható tulajdonképpen a sújtámfalszerű hídfő statikai ellenőrzésének szöveges leírása, tehát nem csináltam egy videó, nem csináltam egy ilyen diabemutatót, hanem itt a majd későbbiekben rendelkezésre bocsátandó PDF állományból veszem én is a szöveget tulajdonképpen. Elég aprók a betűk, úgyhogy én fel is olvasnám, illetve jobb oldalon látható az a rajz, ami az ellenőrzéshez szükséges, beleértve az elő háromszöggel, a hídfőnek a rajzával, a pontszelé szerkesztéssel, tehát hogy itt mindent be tudjak mutatni, hogy itt a bal oldalon olvasható szövegben az egyes képletek, a képletekben az egyes változóknak mik mi az értelmezése, és hogy kell figyelembe venni. Tehát hogy kell elképzelni a hídfő ellenőrzését? Már a lemez nyomatékainak számításánál is, ugye 1 méter széles lemezsávot vettünk figyelembe, ezzel összhangban tulajdonképpen a jobb oldalon látható hídfő rajzot is úgy kell elképzelni egy testként, tehát ugye ez egy metszet, de úgy kell elképzelni, hogy a képernyő sikjára merőleges kiterjedése az 1 méter. Az esetleges terheket azt szerint vesszük figyelembe itt a híd főellenőrzésénél, ahogy kedvezőtlenek a híd állékonysága szempontjából. Az igénybevételek meghatározásához és az ellenőrzéshez a korábban megtervezett hídfő keresztmetszetét jól átlátható méretarányban ábrázoljuk. Tehát a hídfőt már ugye mindenki megszerkesztette a konstrukciós rajz elkészítésekor, tehát igazándiból az lesz majd itt is a kiindulási alap, hasonlóan a vasalás tervezéséhez. Az első feladatrész abból áll, hogy az igénybevételeket meghatározzuk, tehát a hatóerőket meghatározzuk. Az első ilyen hatóerő a támaszerő meghatározása. Tulajdonképpen ez mit is jelent? Ennek a számításánál a főtartó és a pályaszerkezet súlyát fogjuk figyelembe venni. Itt a jobb oldali rajzon látható maga a vasbetonlemez, ugye ez az alsó téglalap, vastagabb téglalap, és akkor ráhelyezve még tulajdonképpen az átlagos pályaszerkezet vastagság. Hogy számítjuk a támaszerőt, amely támaszerő a hídfő koronaszélességének felében hat. Itt van egy függőleges vonal, amit láthatunk, ez a hatásvonala a támaszerőnek. Ez a G1-el jelölt támaszerőnek a képlete kis G-szer elvesző per 2x1 méter, ugye direkt kiírva, hogy a dimenzió is kijöjjön. A G1, tehát a támaszerő, a kis G, a főtartó és pályaszerkezet tulajdonképpen súlya 1 méter szélességben, tehát 1 négyzetméter, korábban már kiszámolt 1 négyzetméter főtartó és pályaszerkezet súlya, amit már a vasbeton lemeznek az ellenőrzése során meghatároztunk. Elvesző a főtartó teljes hossza plusz 2K0. Tehát elveszővel jelöljük, ugye el volt a szabadnyílás, elveszővel jelöljük a főtartó teljes hosszát, vagyis a hídnyílás plusz a két oldalon a hídfő korona szélessége. Tehát ebbe a képletbe kell behelyezni, és helyettesíteni, és akkor megkapjuk a támaszerő nagyságát, hogy ez hogy történik, majd a mintapéldán látni fogjuk. Önsúly meghatározása. Hogy történik az önsúly már magának a hídfő önsúlyának meghatározása? A hídfő, ahogy látható most itt a mintarajzon is, végeredményben most két részből áll. Majd lesz róla szó, hogy lehetséges, sőt sokaknál ez elő fog fordulni, hogy nem lesz így állékony ez a hídfő, hanem a felmenő falazat, tehát a mederfenék szint, ahol most a kurzor van, ez megegyezik ugye az alaptest felső síkjával, és a szerkezet alsó éleszint közötti magasságkülönbség adja ugye a felmenő falazatnak a magasságát. Ennek a magasságnak az alsó negyedébe helyezünk el egy 1:2-es rézsűvel egy megerősítő részt, ugye ezáltal megnöveljük az alaptestnek a szélességét,
és így a tömege is megnő, tehát nagyobb esély van rá, hogy majd meg fog felelni, főként excentricitásra. Tehát miről van szó? Le kell mérni a méretarány helyesen megrajzolt rajzról az egyes szerkezeti elemeknek a területét, vagyis a trapéznak a területét kell kiszámolni, és megszorozni a beton térfogat súlyával. Ez látható a képletben. És ugyanígy ez a trapéznak a képlete, de ugyanígy meg lehet határozni ugye a téglalap, mert a kiterjedése ugye a képernyőre merőlegesen 1 méter, tehát így lesz belőle egy test, és így lesz belőle majd tulajdonképpen kilonyúton. A következő hatóerő az önsúly után a földnyomás. A földnyomás meghatározásához a Poincaré-féle szerkesztést használjuk. A Poincaré-féle szerkesztést a talajmechanika előadások során ugye ismertettem, illetve sokan le is rajzolták. Lépésről lépésre itt majd a szerkesztést is meg fogom mutatni, hogy ez hogy történik. A háttöltés és a hídfő hátfala közötti surlódási szög, delta, az a figyelembe vett phi belső surlódási szög fele legyen. Hol látható ez? Itt a jobb oldali ábrán. Ugye ez a fehér vonal a hátfal normálisa, ezzel zár be phi per 2, delta egyenlő phi per 2 szöget az aktív fölnyomásnak a nagysága. A phi belső surlódási szöget a 17-es táblázatból lehet kivenni. Én akkor rá is megyek erre a 17-es táblázatra, amelyik most itt a feladatban ez a 1B jelű, vagy kódú talaj van megadva, mint a példában. Itt a phi belső surlódási szög az a 45 és 48 fok között választható, majd látható lesz, hogy azt majd 46-ra fogom választani. Tehát nyilván itt, ha többi talajtípus nézem, vagy a többi kódszámú talajt nézem, ilyen nagyságú nincs szinte sehol. A választásnál fontos lesz majd, azt fogják látni a szerkesztésből is, hogy a phi belső surlódási szög az minél nagyobb legyen. A mellette lévő oszlopban a térfogatsúly látható, de még tonna per köbméterben, és ez kilonyúton per köbméterbe kell megadni, vagyis megszorozni 10-zel. Tehát, hogyha itt 2,1 és 2,4 van írva, akkor 21 és 24 kilonyúton per köbméter között kell megválasztani az értékét. Itt majd fogjuk látni, hogy nyilván, mivel a aktív fölnyomás meghatározásánál a térfogatsúly, illetve a módosított térfogatsúly szorzóként szerepel, ezért itt célszerű a lehető legkisebb táblázat által megengedett értéket választani, tehát itt majd a 21 kN per köbméter fogom választani. Jó, azt a táblázat, ebből a táblázatból ennyi kell, illetve kell még a alaptest és a talaj közötti surlódási tényező, ez 0,6. A hídfő mögötti egyenletesen megoszló terhelést, amely C terhelési osztályban, tehát a hídfő mögötti háttöltés, sem egyenletesen megoszló terhelést 12 kN per négyzetméter értékűnek vesszük a C terhelési osztályban, ezért az aktív fölnyomás meghatározásánál a háttöltés talajának térfogatsúlyát az alábbi képlettel módosítjuk. Így első ránézésre ugye ez meglehetősen sok tényezős képlet, de majd hamarosan látjuk, hogy le fogjuk redukálni ezt a képletet. Ez az általános képlet, ez a gamma vesző a talaj módosított térfogatsúlya, gamma a talaj eredeti térfogatsúlya, ugye amit az előbb kinéztem a táblázatból, az 25 kN per köbméter volt,
Ja, ide is van írva, itt a gamma meghatározásánál. Egyenletesen megoszlott terhelés 12 kN per négyzetméter. Figyelembe vett támfalmagasság, ami tulajdonképpen itt a jobb oldalon, ez már látható, hogy a szerkezet alsó ére szint, mínusz az alapozási sík, ugye ez a felmenő falazatnak a nagysága, erről már tettem említést, kisvével jelöltük a főtartó vastagságát, és akkor erre helyezzük még rá a V-vesző kiszámolt átlagos pályaszerkezet vastagságot. A bétával a háttöltés felszínének lejtését jelöljük, a feladatban ugye ez vízszintes, és téta a hídfő hátfalának a dőlése. Mivel a csatlakozóút hosszesése nulla, így a háttöltés vízszintes, ezért a fenti képlet az alábbiak szerint fog egyszerűsödni, módosulni. A gamma vesző, tehát egyenlő lesz az eredeti talajtérfogat súly plusz 2 Q per H-val. Ugye Q volt az egyenletesen megoszlott terhelés 12 kN per négyzetméter. Tehát ennek a kétszerese az, hogy akkor 24 kN per négyzetméter lesz majd a képletben. Az aktív fölnyomás nagyságát megkapjuk, hogyha a pontszelé szerkesztésből kijött zölddel van itt kirajzolva, megerősítve ez a háromszög, ennek a területével lesz arányos az aktív fölnyomás. Ez az E szer P per 2, tulajdonképpen az E a háromszög alapja, P a háromszög magassága, szorozva kettővel, tehát a háromszög területe, szorozva egy méterrel, szorozva gamma vesszővel. Tehát megkapjuk akkor az aktív fölnyomás nagyságát, a szerkesztést kiegészítjük az eredő R nagyságának irányának függőleges RF és vízszintes RV komponense nagyságának, valamint az excentricitás mértékének grafikus meghatározásával. Itt jelzem már, hogy mielőtt még rátérnénk a hídfő ellenőrzésére, az első ellenőrzés, amit célszerű megtenni, mikor ezek a szerkesztések megvannak, az excentricitás ellenőrzése. Miről is van szó, ami itt le van írva. Tehát itt a bal oldalon az előporigonon mik láthatók? Egyelőre én kijelölgetem, hogy miről van szó. Tehát ez a támaszerő, következő, ugye ez a nagy trapéz, ez a felmenő falazatnak a súlya. Ez az alaptestnek a súlya. Meghatároztuk az aktív fölnyomást, ugye ez volt az aktív fölnyomás, ugye ezt ideillesztettük a poligon végéhez, megfelelő méretarányban. Ha csak tehetjük, akkor vegyük úgy, hogy 1 kN erő, az tulajdonképpen legyen egyenlő egy autóked rajzi egységgel, így az ellenőrzés is önöknek is könnyebb, és nekem is könnyebb. És ha egy mód van rá, az előporigon legyen így függőlegesen elhelyezve, így lehet közvetlenül látni, hogy melyik erőt másoltuk le, az irányának meg kell egyezni az erőporigonba a helyet foglaló irányjal. Jó, tehát berajzoltuk az aktív fölnyomást is, és akkor a függőleges erőrendszer eredője, ez a pontvonal lesz. Így első lépésben. Ennek a függőlegesnek a vízszintes komponense tulajdonképpen megegyezik az aktív fölnyomás vízszintes komponensével, a függőlegese pedig az aktív fölnyomás vízszintes komponense plusz az egyes önsúly elemek, a hídfőnek az önsúly elemei. Jó, tehát még egyszer, hogy ellenőrzünk ugye excentricitásra, ezt az első pontvonallal jelölt eredőt, ezt el kell tolni, majd itt mindjárt szó lesz róla, a függőleges önsúlyból származó erők eredője hatásvonalának az alsó sarokponttól mért távolsága függőlegese és
az aktív fölnyomás meghosszabbításával kapott meccéspontba. Ehhez egy picit bele is nagyítanék. Hogy jobban lehessen látni. Tehát itt az első eredő, hogy látható volt az erőpoligon ábrán is, ez a laposabb. Ugye ennek ezt eltoltuk a függőleges erők hatásvonala eredőjének pontjába, és ugye hogy kaptuk ezt a pontot, ahova eltoljuk? A függőleges erők eredőjének alsó sarokponttól mért távolsága függőlegesét elmetszettük az aktív fölnyomás meghosszabbított vonalával. Így megkaptuk azt a pontot, ahova el kell tolni. Tehát ez az első nullkör, amit lehet látni. Ide kell eltolni az első eredőt, tehát ezt. Mindjárt kijelölném, ugye pont az ott vonallal van jelölve. Lehet látni, hogy hol van a döfés pontja az alapsíkon. Ugye ez a magszelvénybe kell esni a belső harmadba, illetve tulajdonképpen, ha most mérni kell, vagy meg kell határozni, akkor ugye ez a kis függőleges vonal, ez alapozás szélességének felében foglal helyet. Tehát ettől a vonaltól mért távolságot kell meghatározni. Ennek kell a magszelvénybe esni. A magszelvénynek a határát pedig ez a két pont jelöli. Jó, tehát legyen ez az első és legfontosabb megszerkesztendő. Persze, ugye ehhez akkor meg kell határozni a függőleges erők hatásvonala a helyzetét, a távolságát ettől az alsó sarokponttól. Jó, jöhetnek az ellenőrzések, ellenőrzés elcsúszásra. Tulajdonképpen az itt visszamennék a rajzon is a nagyítással, hogy lehessen látni. Az R függőleges és az R vízszintes és az alaptest és a talaj közötti súrlódási tényező mű ismeretében az elcsúszás elleni biztonság ezzel a képlettel számítható, ugye R függőleges szer mű per R vízszintesnek nagyobbnak kell lennie, ennek a hányadosnak, mint 1,5. Ha az elcsúszás elleni biztonság nem megfelelő, az alapsíkját fogazni kell. A fogazás az alapsíkra szimmetrikus, a maximális fogazás pedig 1 méter legyen. A fogak oldalai egymásra merőlegesek, a fog hosszabbik oldala vízszintes által bezárt szög maximuma, a számolható, a tangens epsilon max egyenlő az R vízszintes per R függőleges. Ez adja az eredőnek tulajdonképpen a bezárt szögét. Nézzük meg a rajzot, hogy is néz ki ez a fogazás. Szaggatott vonal az eredeti alaptest alsósíkja látható, a fogazás pedig tulajdonképpen ez a pontvonal az eredőt jelöli, tehát azáltal, hogy kiszámoljuk az epsilon max értéket, vagy tangens epsilon max értéket, tulajdonképpen ez a maximuma a választható vízszintessel bezárt epsilon értéknek, ugye a fog hosszabbik oldal és a vízszintes által bezárt szögnek, ahogy leírásban is olvasható volt, a fogak oldalainak merőlegesnek kell lenni egymásra, a fog magasság ettől az eredeti alapozási síktól maximum 50 centire eltérhet el fölfele meg lefele. Tehát ezek maximális értékek, ennél kisebb lehet, és az epsilon maxnál is lehet kisebbet választani, nagy valószínűséggel meg fog felelni. Jó, ha ez megvan, akkor a hosszabbik, a fogazásból adódó sorolási tényezőt újra ki kell számolni, egy művessző új sorolási tényezőt számítunk, a mű plusz tangens epsilon per 1 minusz mű ször tangens epsilon. De a művessző maximális értéke ugye 1 lehet. Tehát ennél több értéket nem írhatunk be, vagy nem jöhet ki. Az új sorolási tényezővel az ellenőrzést újra elvégezzük, és újra visszahelyettesítünk ebbe a képletbe. Ellenőrzés kibillenésre. Ugye miről is van szó? Meg kell vizsgálni, hogy a hídfőre ható erők nyomatékai nem billentik-e ki a hídfőt.
A támaszerőből és az önsúlyból származó függőleges erők eredőjének hatásvonala a hídfő alaptestének alsó sarokpontjában állított függőlegestől, ez jelöljük kis g lábindex R-rel. Ez a GR mivel egyelő, hogy számíthatjuk ezt? Tulajdonképpen egy nyomatéki aránypárral, a kis GR az egyenlő, szummai egyenlő 1-től N-ig, ahol N ugye a figyelembe vett szerkezeti elemeknek a darabszáma, azoknak a súlya és a karjainak a szorzata, tehát ezen szorzatok összegét vesszük, és elosztjuk az összes elem, az összes figyelembe vett súlyerőnek az összegével, ez szumma I egyenlő 1-től N-ig GI. Tehát a hídfő I-edik részének súlya, a GI, a G, kis GI, a hídfő I-edik része súlypontjának távolság az alaptest alsó sarokpontjába jutott függőlegestől, N a hídfő szerkezeti elemeinek száma. A kibillenés elleni biztonság a következő képlettel kapható meg, kis GR szer szumma I egyenlő 1-től N-ig GI plusz E lábindex AF, tehát az aktív fölnyomás függőleges komponense szorozva a karjával, ez G nagy L-vel fogjuk, G lábindex nagy L-vel fogjuk majd jelölni. Tulajdonképpen ugye az aktív fölnyomásnak függőlegese, vagy a függőleges komponense, ugye az itt látható a támadásponttól tart ugye eddig, az alsó sarokpontba állított függőlegesig. Tehát ezek a stabilizáló erők, mi az, ami ki akarja billenteni a súlytámfalszerűen kialakított hídfőt, ez az aktív fölnyomás vízszintes komponense. Ugye ennek a vízszintes komponensnek az erőkarja pedig ugye itt értelmezhető, tehát a támadáspontnak a magasság különbség az alapozási síkhoz képest. Ellenőrzés. Excentricitása tulajdonképpen maga, amiről szó ejtettem az elején, hogy ezzel érdemes kezdeni. Tulajdonképpen ahhoz, hogy ezzel kezdhessük, ahhoz meg kell határozni a függőleges erők eredőjének hatásvonalának a hídfő alapteste alsó sarokpontjába állított függőlegestől mért GR távolságát. És utána egyből akkor el lehet végezni az excentricitásra való ellenőrzést, ezt kis elvel jelöljük, ezt az értéket mérjük a szerkesztésből, ez tulajdonképpen az ellenőrzés abból áll, hogy ha lemértük, akkor ennek az S per 6, S-sel van jelölve az alaptestnek a szélessége. S per, tehát ennek a hatodánál nem lehet nagyobb. Tulajdonképpen a szerkesztést magát meg már említettem, hogy hogy történik. Gödöféspontot hogy kapjuk meg. Az utolsó ellenőrzés pedig a talaj határfeszültségére történő ellenőrzés. Az alaptest alatt akkor ébred maximális feszültség, ha az önsúlyon és a fölnyomás függőleges komponensén kívül a hídosztálynak megfelelő szabvány közúti járműteher úgy áll a hídon, az utolsó tengely a hídfő fölött áll. Ugye egész eddig nem vettük ezt figyelembe. Tehát számolunk egy új függőleges eredőt. Ennek a függőleges eredőnek az R0-al jelölt értéke, ez hogyan kapható meg? R lábindex F-el van jelölt a közúti járműteher nélküli erőrendszer eredőjének függőleges komponense, tehát amiről eddig beszéltünk és kijelöltem, ugye egyenlőre ez, és ezt fogjuk kibővíteni ezzel a G0-al, amit most számolunk ki. Hogy számoljuk ki a G0-at? A képlet szerint, ez úgy hangzik, egy tört vonal, P lábindex H-szor LX plusz szumma I egyenlő 1-től N-ig, nagy P index I, szorozva LX minusz TI per LX. Ez a képlet. A képletben az egyes jelöléseknek az értelmezése, az R0-R függőleges már elhangzott, a G0 a közötti járműteher mértékadó teherállásban, a P
lábindex H a közúti járműter hátsó kerekének súlya, a PI a közúti járműter többi kerekének a súlya, ugye két tengelyű a C jármű C terhelési osztályban a szabvány közötti jármű teher, ugye két tengelyű, ennek a két tengelynek a távolsága, TI az ijedik kerék távolsága a hátsó keréktől, a közúti jármű teher kerekeinek száma az N. Jó, a jármű teherrel kibővített erőrendszer eredője alapsíkon való döféspontjának megszerkesztése után az új excentricitás elvesző. Nézzünk rá a rajzra, tehát elég elkészül az új erőrendszer, ez az új eredő, látható, hogy jóval meredekebb, mint az eredeti eredő. Ugyanígy újra meghatározzuk a GR vesszővel, így a kibővített erőrendszerre vonatkozóan a függőleges erők hatásvonalai alsó sarokponttól mért távolsága, tehát ennek az eredője távolsága az alsó sarokponttól. Itt látható, ha belenagyítok majd. Jó, tehát ez lesz akkor a meredekebb. És mindjárt ki is jelölöm. Ugye ez ezen a ponton megy át, ezen a null körön fog átmenni. Nyilván az fontos szempont, hogy ez a GR vesző, ez mindenképpen kisebb kell, hogy legyen, mint az eredeti GR, ugye, ami meg itt volt. Az eredeti meg itt volt. Jó, tehát ezt megint csak lemérjük is a rajzról, és akkor mit, hogyan számítjuk a maximális feszültség értékét. Sigma max egyenlő R0 per S szer 1 méter, ugye S-sel jelöljük az alapozás szélesség, alaptest szélességét, ezt a távolságot. R0-at már számoltuk, szorozva 1 plusz 6L vesző per S, ugye elvesző a most meghatározott excentricitás érték, S az alaptestnek a szélessége. Jó, ha ezt kiszámoltuk, akkor megvan a sigma max. Ki kell számolni a talaj megengedett feszültségét, amit szintén már ejtettünk róla szót, illetve talajmechanika fejezet ismertetése során ugye sor került a törőteher meghatározásának képletére. Megemlítettem, illetve a képet is szerepelt, tehát a P index T egyenlő C szer NC plusz T szer gamma szor NT plusz S per 2 szer gamma szor NB. Mit jelentenek az egyes jelölések? Ugye a PT a törőterhelés, a C a talaj kohéziója. Ha megnézzük majd a táblázatot, akkor azt hiszem a megadott kódszámmal megadott talajok között egy sincs, aminek van kohéziója. Tehát majd ugye ez a tag akkor zömében kiesik mindenkinek. Kises a hídfő alaptestének szélessége, erről már beszéltünk. Kis T az alapozás mélysége, ez mindenkinek egy méter. A gamma talajtérfogat súlya, erről is már beszéltem, hogy kell meghatározni a táblázatból. Az NB, NT, NC teherbírási tényezők táblázatból választhatók meg. Táblázatból választhatók meg, amely táblázat szintén rendelkezésre áll. Minek a függvényében határozzuk meg az NBNC-t? Ezt még nem töltöttem be, de azonnal betöltöm. Jó, tehát itt látható a táblázat. Teherbírási tényezők NBNTNC értéke, BNTNC jelölések, minek a függvényében a phi
belső surlódási szög függvényében innen kell kinézni. Figyelve arra, hogy a megfelelő tényezőt helyettesítsük, megfelelő értéket helyettesítsük a képletbe a megfelelő tényezőhöz. Jó, tehát ha kijött a PT, akkor már a törött teher, akkor ennek az N biztonsági tényezővel csökkentett értékét kell figyelembe venni. Ez a biztonsági tényező, ez pedig 3 lesz itt a hídfőnél. A tervezett hídfő megfelel a talaj határfeszültségének ellenőrzésére, ha ez a szigma, ha a fellépő szigma max, amit kiszámoltunk az előbb, szigma max érték, az kisebb vagy egyenlő, mint a szigma M-mel jelölt megengedett feszültség, talajra megengedett feszültség. Amennyiben erre nem, ami az nem teljesül, ja, akkor nem kell újra átszámolni, átszerkeszteni az alaptestet és a hídfőt, hanem talajcserés alapozást kell tervezni, tehát abban az esetben, ha erre nem felelne meg, akkor oda kell írni, hogy talajcserés alapozás szükséges elvégezni. Jó, ez lett volna akkor az ismertető, és most a konkrét példa következik. A konkrét példához az eddig elkészített rajzok közül ismét visszanyúlunk a konstrukciós rajzhoz. Ebből a konstrukciós rajzból az egyik oldali hídfőt, illetve a lemez fele szélességét, tehát a fél lemezhossz kezdjük, ebből kiindulva kezdünk el szerkeszteni. A hídnyílás, tehát látható itt az 4,10, a támaszköz az 4,515, ugye, hogyha kiszámoljuk, a lemezvastagság az 0,27, az is látható. A pályaszerkezet átlagos vastagsága vévesz az 0,162, az jött ki itt a szerkesztésből, illetve a választott rétegvastagságokból és lejtésből. A lemez és pályaszerkezet 1 négyzetméterének súlya, ez megint csak ugye az előbbiek alapján lett kiszámolva már, ez 10,536 kN per négyzetméter, de ez ugye mindenkinek megvan, a nyomatékok számításánál is szükség volt erre. A felmenő falazat magassága a szerkezet alsó ére és a mederfenék szint között, tulajdonképpen a felmenő fal magassága szerkezet alsó ére és a mederfenék szint, ugye az itt van, e közötti magasság különbség, az 2,10, itt a mintapéldában a háttöltésanyaga az 1B, a fi az 46 fok, beszéltem róla már, hogy itt lehetőség szerint a legjobb értéket vegyük figyelembe, de azért nem is gondoltam itt nagyobb értéket választani, mert a teherbírási tényezőknél látható volt, hogy 45 fok a maximum. Nyilván a 46 fokhoz is a 45 foknál érvényes NBNTNC értékeket kell kivenni a táblázatból. A gamma térfogatsúlynál említettem, hogy lehetőség szerint a megadott tólig értékek közül a legkisebbet vegyük, és művel pedig az alaptest és a talaj közötti surlódási tényező olvashattuk ki a táblázatból, az 0,6 volt. A hídfő koronaszélessége, ugye felmenő falazat magassága alapján az 0,67, ezt megint mindenki megválasztotta és meg is rajzolta. A szerkezeti gerenda vastagsága, ugye az minimálisan a koronaszélesség fele, ebben az esetben 0,35, ez mindenkinek ugye változik. Ez csak annyit jelent, hogy ez a felső része a hídfőnek egy más anyagminőséggel, jobb betonminőségből készül. Homlokfal rézsüje jelen példában 1,10, ugye ez a homlokfal, a hátfal rézsüje, amit most kattintok rá, pedig 1,5. Alaptest magassága pedig mindenki számára T, tulajdonképpen ez a távolság, ez mindenkinek T. Egyenlő 1 méter. Jó, először egy számítás kezdődik, még mielőtt elkezdenénk szerkeszteni. A támaszerőt határozzuk meg. Ugye először is a lemeznek a tényleges hossza kell, ami összetevődik egyrészt a hídnyillás vagy szabadnyillás, ami mint a példában 4,10, plusz a két K0-ból, ami 2x0,67, tehát így itt a jobb oldali rajzon látható is az 5,44 lesz. A támaszerő hogy számítandó?
hogy vesszük a kis G-vel jelölt, ugye egy négyzetméter lemez plusz pályaszerkezet súlyát, ugye ez a 10,536 kN per négyzetméter, és vesszük a kiszámolt elvesző teljes lemezhossznak a felét, tehát az 544 per 2, szorozva, hogy kijöjjön a kilonyúton, szorozva egy méterrel, így kapjuk a mintafeladatban a támaszerőre 28,658-at. Az önsúly meghatározása jelen esetben az két részből áll. A szerkesztés során be fogom mutatni, hogy kell majd megszerkeszteni az 1-2-es erősítő részt is a homlokfalon. De tulajdonképpen most így a mintapéldánban két részből áll, egy trapézból és egy téglalapból áll a maga a hídfő, hogy számítandó ugye a trapéz területe, tehát az alsó, felső párhuzamos oldal hossza az alsó párhuzamos oldalnak a hossza osztva kettővel, tehát a trapéz középvonala szorozva a magasságával, tehát a felmenő falazat magassága az pedig 2,10 szorozva 1 méterrel, szorozva a gamma B, tehát a beton térfogat súlyával az 23 kN per köbméter lesz. Így kapjuk erre a mintapéldában 47,576-ot. Az alaptestre, ami téglalap, pedig ugye az S-sel jelölt alaptest szélessége, és a magasság pedig 1 méter, szorozva 23 kN per köbméterrel adja 36,8 kN értéket. És jön az aktív fölnyomás meghatározása. Ennél az aktív fölnyomás meghatározásánál nézzük meg, és most kezdjük majd a szerkesztést, hogy mi is lesz a figyelembe vett támfal magasság, amit kis H-val jelölünk. Ugye egyrészt a kis T-vel, itt behelyettesítve a kis T-t, az alapozás mélysége az 1 méter, a szerkezet alsó ér és a mederfenék szint közötti magasságkülönbség, vagyis a felmenő falazatnak a magassága az 2,10, plusz a lemez vastagság az 0,27, plusz az átlagos pályaszerkezet vastagság, ami szintén ki lett számolva, hiszen a nyomatékok számításánál erre szükség volt. Ezen összege ebben az esetben 3,532 lesz. Jó, mielőtt tovább lépnénk, akkor kezdjük el a szerkesztést itt AutoCAD-ben. Kijelölném tehát a jobb oldali hídfőt. Kimásolom innen. Ide oldalra, itt végezzük el a szerkesztést. A terepszint itt most nem kell. Mit kell még erre ráhelyeznünk, mint figyelembe vett teljes támfal magasság, ugye az átlagos pályaszerkezett vastagságot az 0,162 lesz, tehát 16,2 centi, tehát 1,62 autókedrajzi egység kell húzok párhuzamost, 1,62-vel húzok párhuzamost. Hogy legyen befejezése a rajznak. Ezt is le lehet zárni itt a másik oldalon, ugye ez a lemez félhossza. És ha minden igaz, egy távolságméréssel meggyőződhetünk róla, hogy a bal oldalon a mintapéldában lévő érték, ugye delta y-t kell nézni, 35,30, tehát 3,532-nek kell lenni, 3,532 rendben van. A szerkesztéshez, tehát most a pontszeléféle szerkesztés következik, egy kicsit balra tolom a rajzot, jobban lehessen látni, az ortó be van kapcsolva, szerkesztfóliára rajzolunk, vonalrajzolás alapozási síkból kilindulóan egy vízszintes, majd
a most berajzolt átlagos pályaszerkezet vastagság, ugye felső síkjától is egy vízszintes, ez lesz akkor a háttöltés, ugye 0%-os, tehát vízszintes. Mit kell még berajzolni a szerkesztéshez? Látható, hogy a figyelembe vett támfalmagasság, ami a két most berajzolt vízszintes magasság különbsége, az az 3,532-es érték. Ez egy tört vonal, ezt kiegyenlítjük, úgy egyenlítjük ki, hogy a hátfal vonalára rárajzolunk még egy vonalat. Tehát egy két vonal lesz egymáson, és az elér parancsal eléretjük a két vízszintest. Nem, azt nem írja el, hanem ezt a vízszintest, és akkor megvan a kiegyenlített hátsó, tehát a támfal hátfalát így kiegyenlítettük. Ezt akkor tehetjük meg, hogyha az alaptest, ahogy azt megszerkesztettük, 15 cm-rel lóg túl a fennmenő falazaton. Ha ez megvan, akkor a következő lépés az, hogy a ponceli szerkesztés első rajzi lépését végrehajtsuk, ami abból áll, hogy az alsó vízszintesre, tehát erre, rárajzolunk még egy vonalat. Ugye ez nem látszik még, majd mindjárt látszani fog, mert ezt a vízszintes rárajzolt vonalat elforgatjuk a forgat parancsal. A fi belső surlódási szögnek megfelelően, ami 46 fok volt a példában, tehát a bázispont az megvan, és beírjuk azt, hogy 46, mivel a pozitív forgásirány ugye az óramutató járásával ellentétes. Jó, ezt le is metszhetjük a felső vízszintessel. Tehát megvan ez a szakaszunk, amely szakasz köré, mint átmérő köré egy kört kell rajzolni. Körrajzolás, a kör középpontja a megkapott első szakasznak a felezőpontja, és be van kapcsolva a meccéspont fogó, ugye a végpont fogó, akkor ez a kör könnyen megrajzolható, félkör kell, ugye a másik része a körnek csak zavaró lenne, ezt metszük le. Megvan a félkörünk. A szerkesztés következő lépése az, hogy a figyelembe vett hátfallal, amit most kijelöltem, ezzel fi plusz delta szöget bezáróan egy irányító egyenest rajzoljunk, ami majd valahol el fogja metszeni ezt az első fi szöggel megrajzolt egyenest. Ehhez rajzoljunk rá még egy vonalat, hogy ha elforgatjuk, akkor ne tűnjön el. És újra a forgat parancs. Mekkora szögértéket fogunk leírni a forgatáshoz. Ugye a 46-nak a fele 23, 23-at adunk hozzá a 46-hoz, az lesz 69. Látható, hogy le kell metszeni a felesleges részt, hiszen csak a fiszöggel berajzolt első irányító egyenesig kell, hogy tartson. A következő lépése a szerkesztésnek, tehát ugye ez a szög, ez fi plusz delta, de a mintarajzon majd úgy is fogják látni. A következő lépés az, hogy rajzolunk egy vonalat, hogy honnan indítjuk, az igazándiból mindegy. Ha be van kapcsolva a merőleges fogó, ugye a lényeg az, hogy erre a
fűszöggel berajzolt első irányító egyenesre, illetve szakaszra merőleges legyen. Utána, ha ez megvan, akkor ezt a vonalat, ezt pontosan ráillesztjük a phi plusz delta irányító egyenes és az első phi szöggel berajzolt egyenes metszés pontjához. Majd lemetszük a felesleges részt a körívvel. Következő lépés az lesz, hogy itt az alsó sarokpontból indítunk egy körívet, tulajdonképpen felrendezzük ezt a távolságot, ami a metszéspont és az alsó sarokpont között van, ezt felrendezzük megint csak az először berajzolt phi egyenesre. Tehát körrajzolás. Idáig. A felesleges részeket metszük le. Jó, megkaptuk a hívdarabot, amire szükségünk volt. Megint csak mire van szükség? Megint csak az első fi irányító egyenes és a most berajzolt körív metszéspontjára. Ebbe a metszéspontba másoljuk át ezt a phi plusz delta irányító egyenest. Másol. És metszük le a háttöltés vízszintesével. Tulajdonképpen, amit rajzon nem szerepel, vagy nem rajzoljuk be, ugye megkaptuk azt a pontot, ugye ez az a pont, ami a lecsúszó földéknek a másik határoló vonala lesz, tehát a veszélyes csúszólap magyarán. Jó, hogy kapjuk a háromszöget, aminek a területével alányos lesz az aktív földnyomás? Megint egy kört kell rajzolni ebből a pontból. Deig. Megint a felesleges részt lemetszük. Jó, és berajzoljuk akkor a háromszög oldalait. Mi lesz tehát akkor a háromszög? Így ez az alapja, ugye így alakul ki a háromszög. Ennek ugye kell majd az alapja és a magassága. Tehát itt a rajzról mérjük le, hogy mennyi. Távolságméréssel meg is határozhatjuk. Ugye ez 1,35 az alapja. Értem. Igen, bocsánat, ez 1,878. 1,878. Itt a pontos szerkesztésnél az AutoCAD-ben látható, hogy a pontos érték az 1,8767 lenne, ugye ez lett fölkerekítve 1,88-ra. Ugye 3 tizedesig kell majd kerekíteni, tehát itt lehetett volna az 1,877-et beírni az 1,88 helyett. Jó, a magassága, ugye merőleges távolságot, az 1,55, ez stimmel, ez pontosan annyi kerekítéssel együtt is. Jó, ugye ennek a szorzata osztva 2-vel szorozva 1-el, és beszorozva a gamma vesző értékkel. A gamma vesző érték a már korábban említett képlettel kapjuk meg, ugye az eredeti térfogatsúly plusz
a 2Q per H, ahol a, ahol a Q az 12 kN per négyzetméter lesz, ugye itt a behelyettesítés, osztva a figyelembe vett támfalmagassággal, az pedig a 3,532. Így kapjuk a gamma veszőre 27,795-öt, ezzel szorozzuk be a háromszög területét, és kapjuk az aktív földnyomásra 40,497-et. Jó, tehát itt, ahogy látható, eddig is százas méretarányban rajzoltunk, így a legkönnyebb rajzolni. Amikor a szerkesztések megvan, fő szerkesztések megvannak, akkor fogjuk átmásolni majd ezt az 1/100-as méretarányban készült rajzot a hitfelnőrzés alaprajzba, és felnagyítjuk kétszeresére. És ugye ott is be van állítva már az 1/50-es méretaránynak megfelelően a méretezést, tehát majd a méretezést azt szerint kell elvégezni. Jó, igazándiból most azok a lépések következnek majd, amelyek már az erőpoligon felrajzolásához kell, tehát ebben a stádiumban tulajdonképpen már átvihető a rajz. Még egy dolgot itt bemutatnék, hogy az aktív fölnyomás meghatározásához megkapott háromszög hogyan alakítható át egy olyan háromszöggé, amelynek a területe ugyanakkora, mint ez a háromszög, de egy derékszögű háromszöggé alakítjuk át, aminek a hosszabbik oldala megegyezik a figyelembe vett támfalmagassággal. Most itt a méregetés helyett inkább másolással és forgatással oldom meg az átszerkesztést, tehát először átalakítjuk egy olyan háromszöggé, derékszögű háromszögnél, aminek az alapja megegyezik, ugye eznek a háromszögnek az alapjával, a magassága pedig megegyezik a szintén ennek a háromszögnek a magasságával. Jó, tehát ezt a háromszög alapot ezt lemásoljuk. És ráforgatjuk a berajzolt vízszintesre a forgat parancssal. Bázispont, de most viszont referencia szöget adunk, tehát R rövidítéssel a referencia szög, ugye az eredeti helyzet, és a vízszintes lesz az átforgatáshoz szükséges. Nézzük a magasságértékét. Azt pedig berajzolhatjuk, a felső csúcspontból állítunk merőlegest az alapra, ezt átmozgatjuk, mert ott ne zavarjon bennünket, átmozgatjuk itt az előbbi vonal végéig, és függőlegesre forgatjuk, hogyha az ortó be van kapcsolva, akkor forgatáskor, bázispont az ez, megint referenciaszög, és a függőleges. Jó, tehát végeredményben megkaptuk azt a derékszögű háromszöget, amelyiknek a területe megegyezik a kiszerkesztésből kapott háromszög területével. Az elér parancssal eléretjük a felső vízszintes terepsíkot, rajzolunk, összekötjük a kapott metszéspontot, összekötjük az alsó sarokponttal, a kapott háromszögnek az átfogóját, ezt átmásoljuk ide az eredeti derékszögű háromszög felső csúcspontjához, lemetszük a felesleges részt, és összekötve a kapott metszéspontot a felső csúcsponttal, megkapjuk tulajdonképpen azt a háromszöget, ezt a háromszöget, aminek területe ugyanakkora, mint a pontszelé szerkesztésből kapott háromszög területe, de a magassága figyelembe vett támfalmagasság mért, mit mutat ez a háromszög, ugye ez az aktív fölnyomás aktív feszültségnek az eloszlását mutatja. Itt a figyelembe vett támfalon, tehát az alsó
harmadban fog hatni. Ezt még itt célszerű is itt kiszerkeszteni. Ehhez rajzoljunk be egy függőlegest. A két sík, tehát a háttöltésnek a vízszintes síkja és az alapozási sík közé berajzolva. Majd a felosztás parancs, feloszt, osszuk fel ugye három részre, jó, ahhoz, hogy lássuk is az elhelyezett pontokat, ehhez a formátum pontstílusban meg kell adni, hogy milyen pontstílus választunk, és a pont mérete pedig 0,5 legyen. Méretbeállítás, abszolút egységben erre kapcsoljunk rá. És akkor látható az elhelyezett két pont, tehát három szakaszra kértük, hogy bontsa ezt a függőlegest, így könnyen meghatározható, hogy hol van a aktív földnyomás támadás pontja. Ugye az alsó harmadba kell, hogy essen. Tehát rajzolunk egy ortóval, ugye itt, ha a pontfogó is megvan, akkor ortóval rajzolunk egy vízszintest, és azzal, ha nem is kell elmetszeni, mert itt berajzolható, akkor a hátfar normális ebbe a pontba. Jó, átmozgatjuk, és tulajdonképpen erre vonalra nincs szükségünk. Tehát ez a hátfal normálisa. Ezzel a normálissal zár be ugye a 46 fokos fi belső surlódási szög felével, tehát 23 fokkal zár be szöget az aktív földnyomás. Rajzoljunk rá erre a hátfal normálisára még egy vonalat, és a forgat parancssal forgassuk el. Fokkal. Így megkaptuk akkor az aktív földnyomás hatásvonalát, ugye nagyságát pedig már kiszámítottuk. Tulajdonképpen, ami itt a főszerkesztési lépéseket illeti, ugye azok megvannak, tehát most már akkor áttérhetünk az 1:50-es méretarányú rajzra, ugye ott megszerkeszthetjük az erőpoligont, és meg lesz az eredő, illetve a második módosított eredő is, hogyha kiszámoljuk, hogy mennyi a alaptest alatt ébredő maximális feszültség, és megvizsgáljuk, hogy a talaj megengedett feszültségénél kisebb értéket kapunk-e. Tehát a főszerkesztési lépéseket így egy a százas méretarányban elvégeztük. Még egy dolgot itt még mielőtt áttérnénk az 50-es méretarányú rajzra. Ugye említettem, hogy ha nem felel majd meg az első ellenőrzés, vagy a legfontosabb ellenőrzésre, az excentricitásra, akkor át kell alakítani a homlokfalát először. Ha akkor se felel meg, akkor pedig a hátfalát az 1:5-ösről laposabbra 1:4-esre rajzoljuk. Na most ehhez akkor átmásolom a hétfő rajzát. Az eredeti állapotot állítsuk helyre.
akkor nézzük meg, hogy rajzoljuk be a 1 a 2-es erősítő részt. Ugye a homlokfalat fogjuk megerősíteni. Rajzolunk egy függőleges vonalat ortóval. Majd ortóval szintén a hídfőkorona belső sarokpontjával egy vízszintest, ezzel elmetszük. Itt most a függőlegesen van a hangsúly, és szintén a felosz parancsal felosztjuk a függőlegest, nem három, hanem négy részre. Az alsó negyedébe helyezzük le az 1 a 2-es erősítő részt, tehát az négy részre. Jó, megvan akkor az alsó negyed. Innen rajzolunk egy vízszintest. Megvan az a pont, ahonnan majd indítani kell az 1 a 2-es rézsű tehát rajzolás, innen indítjuk, tehát vízszintesen kell egy egységnyit menni, ugye a relatív koordináta megadással, de mínusz egy, mert visszafele megyünk, vesző és mínusz kettő. Jó, megkaptuk azt a vonaldarabot, aminek a lejtése 1 a 2-es, vízszintessel elmetszük, hogy meglegyen a végső helyzete. Jó, amire nincs szükség, azt kiteröljük. Jó, és tulajdonképpen miről van szó? A alaptest látható, hogy meg fog szélesedni. Ha ezt a vonalat áthelyezzük ide, és még párhuzamost hozunk 1,5 autókedv rajzi egységgel, akkor megvan az új alaptestnek a jó, tehát így néz ki a megerősített homlokfalú hídfő. Ha ez sem felelne meg, akkor jön, mint végső megoldás, ugye a hátfal dőlésének 1 a 4-essé tétele. Felső sarokpontból előre megyünk, tehát 1 egység vesző mínusz 4 egység. Tehát így néz neki ez a 1 a 4-es dőlésű hátfal, nyilván ez megint szélesíti az alaptestet, így megint növeljük ugye a függőlegesen ható erők nagyságát, tehát a stabilitás irányába érünk el, illetve ugye az aktív fölnyomás szerkesztését, hogyha nézzük, látható, hogy ha laposabb a hátfal, akkor a hátfal normálisa is, ha ez laposabb, a hátfal normálisa is inkább a függőlegeshez lesz közelebb álló, akkor az azzal bezárt Φ per 2 szög is a függőlegeshez közelebb álló lesz, tehát az aktív fölnyomásnak a hatásvonala az meredekebb lesz. Jó,
Ha ez is megvan, akkor most már tényleg másoljuk át az eddigi rajzot. A Ctrl-Shift együttes lenyomása mellett a C betűt megnyomva, ugye alapmásol parancsot adjuk ki, jelöljünk ki egy pontot, és menjünk át a hídfő statikai ellenőrzése, hídfő ellenőrzés alap nevű rajzra, és itt egy Ctrl-V-t ha nyomunk, akkor ugye helyezzük el úgy ezt a rajzot, hogy az erőpoligon számára is kellő hely álljon rendelkezésre. Ugye ezt még föl kell növelni majd kétszeresére. A lépték parancsal. Tehát itt a 1:50-es méretarányú rajza a szerkesztésnek. Itt még utólagosan lehet módosítani az elhelyezkedésén. Amire nincs szükség, azt ki lehet törölni. Akkor már csak ugye az a háromszög marad, ami a feszültséget mutatja, feszültségeloszlást mutatja, és tulajdonképpen rátérünk most az erőpoligon szerkesztésére, amelynek lépései itt visszamenve rajzon, ugye meg kell határozni a trapézoknak, hogyha ott az előbb nézzük, előbbi ábrán, ahol az erősítő rész bent volt, ugye egy trapézzal több részből fog állni, ugyanúgy le lehet mérni a párhuzamos oldalainak a hosszát, kettő összegosztva kettővel, és le lehet mérni a magasságát is. Most itt a rajzon, ugye, mivel áttértünk már 1:50-es méretarányra, itt bármilyen méretet, hogyha megadunk, akkor azt a méretezéssel, vagy ha bármilyen méretet le akarunk venni, akkor méretezéssel tudjuk ezt megtenni. A méretezés úgy van beállítva, hogy 3/10-es pontosságú. Tehát itt például látható, hogy a koronaszélesség az a 0,67-tel egyenlő, a alapozás szélessége ugye az 1,60 m, a figyelembe vett támfalmagasság az 3,532. Itt ugye meg lehet adni majd külön a alaptestnek a magasságát. Ugye ez a felmenő falazatnak a nagysága a 2, magassága a 2,10, és ugye meg lehet adni a lemezvastagságot, illetve az átlagos burkolatvastagságot. Látható, hogy ez így túl sűrű lenne, tehát valószínű, hogy el kell mozgatni ezeket a vonalakat, hogy legyen még hely. Csak azért vetem szét, hogy ezek a kontrollpontok eltűnjenek. Jó, és akkor még méretezés hosszirányú. Tehát a lemezvastagság illetve a átlagos pályaszerkezet vastagság látható még. A méretezésnél majd egyenletesebben kell nyilván elosztani a méretvonalakat. Jó, akkor megvan minden fontos méret. Most nézzük meg, hogy tehát hogyha lemérjük a párhuzamos oldalaknak a
hosszát, ugye itt a trapézpázomos oldalainak a hosszát, nézzük meg, hogy ez így megvan-e. Tehát itt a bal oldalon látható minta példa számai, tehát a felső az a 0,67, az alsó pedig 2, ja igen, 2, nem 2,60, nem, hogyha méretezünk, ugye 1,30 m lenne, mint a képletben is látható, itt a bal oldalon. Most külön nem helyezem el, mert itt csak bezavar, tehát 1,30 osztva 2-vel, szorozva 2,10-zel, szorozva 1-el, szorozva 23 kN per köbméterre kapjuk a G2-re a 47,576-ot. A alaptestnek a méretei, ugye az 1,60 a szélessége, 1 a magassága, tehát az 36,8. Jó, megint, tehát még egyszer akkor jelezném, hogy ha az erősítő részt be kell tenni, akkor ugye még egy trapéznak a területét meg kell határozni. Hogy határozzuk meg a trapéz súlypontját? Erre is van egy magyarázó ábra, amit elérhetővé teszek, de itt akkor gyorsan bemutatnám, hogy a trapéz súlypontját hogy szerkesztjük ki. Máshol parancsol, másoljuk le a trapéz alsó párhuzamos vonalát a felső párhuzamos vonalig, majd a felső párhuzamos vonalat az alsó sarokpontig, kössük össze a kettőt, és ezt kell elmetszeni a párhuzamos oldalak felező pontját összekötő egyenessel. Ez adja akkor a súlypontját ennek a trapéznak. Legyen az átmérő, vagyis a sugár az 0,5. Jó, tehát így kell kiszerkeszteni. Ugyanígy a még egy trapéz, hogyha a több trapézból áll, ugyanígy szerkesztendő ki a súlypont. Az erőpoligonnak a rajzolása következik. Említettem, hogy ha egy mód van rá, akkor úgy rajzoljuk meg, meg kell adni az erőréptéket, a mintarajzon meg fogják látni, hogy ott ez hogy működik. Tehát 10 kN az 10 autóked rajzi egység, tehát 1 kN egy rajzi egységnek felel meg. Tehát ha most az ortót bekapcsoljuk, és az erők ábrázolásához van külön fólia, akkor sorba itt bal oldalon láthatók az értékek, tehát vonalrajzolás, csak be kell írni a kettős pont után, tehát itt a kettős pont után csak be kell írni az értéket, ami a támaszerő lesz először, az 28,658. 28,658. A követ lehet folyamatosan írni tovább. A következő vonal ugye innen, ennek a végpontjából indul a G2, az 47-es egész, és 576, majd a alaptestnek a súlya az 36,8. Jó, a függőleges erők azok egyelőre ennyi. Hogy kapjuk az aktív földnyomásnak a vonalát? Úgyhogy átmásoljuk a megszerkesztett hatásvonalat ide a végpontba. Jó.
Jó is. Át is tesszük az erőfóliára. A hosszát pedig a kiszámolt értékre kell beállítani, tehát az 40,497, hogy történik el ez? Van egy HO-val, rövidítéssel működő hosszabbít parancs, és itt van egy olyan kapcsoló, hogy a teljes hossz megadjuk T betűvel, a teljes hossz pedig beírjuk, hogy 40,497. És rákattintunk a vonalnak arra a végére, amire akarjuk, hogy meghosszabbodjon. Jó? Tulajdonképpen az eredő fóliára rá is rajzolhatjuk az eredőt. Az egyes erők végpontjait nyilak jelölik. Így itt az eredőt mindjárt be is rajzoljuk. A be parancssal hívjuk be a rendelkezésre álló előre gyártott blokkok közül a nyílnak a blokkját. Ugye fontos az, hogy be legyen kapcsolva, hogy megadás a képernyőn, az elforgatás megadás a képernyőn. És akkor nézzük az első erőnek a végpontját. Második elő végpontját, tehát G1, G2 és a G3, majd az aktív földnyomás, az eredő, jó, az erőpoligont, ugye ki kell még egészíteni az aktív földnyomásnak a függőleges és vízszintes komponensével, mert ezzel lesz teljes az ábra. Tehát az erők fóliára rajzoljunk be még egy függőlegest, illetve vízszintest, kettőt meccésre hozva, akkor megkapjuk a két komponenst, ugyanúgy a be parancssal helyezzük el a nyilakat ezeken is. Jó, tehát kész az első erőpoligonunk. Hogyan kell, ugye említettem, hogy a lehetőleg az adandó első alkalommal meg kell határozni az excentricitás értékét. Ehhez viszont még be kell rajzolni a súlypontoknak a távolságát, tehát a támaszerőnek a támadáspontja az méretezéssel megadható. Tulajdonképpen a hídfő koronaszélességének felező pontja és az alsó sarokpont közötti vízszintes távolság fogja adni 0,695. Jön a trapéznak súlypontjának távolság az alsó sarokponttól. Ugye itt középpontot kell fogni, és az alsó sarokponttól mért távolság 0,753, és ugye kell a téglalapnak a súlypontja, átlagja, ha megrajzoltuk utána, hogy ne zavarjon, majd kitöröljük, ugyanúgy
akkor a szerkeszt fóliára rajzoljuk be a kört. Töt sugárral, és töröljük ki. Ami nem szükséges, nyilván ez az alapozási sík, az alap szélességének a felében van, tehát megint a méret fólián méretezzük be. A G3 súlypontja és az alsó sarokpont közötti távolságot. Ez 0,800. Jó, a következő lépés ugye az lesz, hogy meghatározzuk a függőleges erők, ugye mik lesznek ezek a függőleges erők, hogy ezt majd beméretezve, majd itt meg kell adni a mintarajzon, ez megvan. Tehát ezen függőleges erők, csak ez az aktív fölnyomás függőlegesét nem számoljuk ide, ezen erők, függőleges erők eredője hatásvonalának távolságát az alsó sarokponttól, ugye ezt ehhez ugye át kell lépnünk egy kicsit az ellenőrzés kibillenésre részre. És ugye itt meg kell határozni a GR-rel van jelölve ez a távolság. Végeredményét behelyettesítve látható, hogy az egyes erők és a karjaiknak a szorzata szerepel sorban a számlálóban, a nevezőben pedig az erők összegei. Tehát ezzel osztjuk el, és erre kijön 0,754. Tehát akkor ezt állítsuk elő, párhuzamos. Ugye ez 7,54 lesz. Tehát az alsó sarokpont válított merőleges, ez megvan. Azért nem jó, vagy még egyszer fölmérjük, mert ugye 1:50-es méretarányban vagyunk. Jó. Tehát akkor ez lesz az a hatásvonal. Ezt a hatásvonalat kell meccésre hozni az aktív fölnyomás hatásvonalával, tehát végül is itt egy hosszabbítással, vagy az elér parancssal dolgozhatunk, éressük el. Megkaptuk azt a, ide is rajzolhatunk egy nullkört, a pontot, ahova el kell tolni az eredőt. Tulajdonképpen átmásoljuk. Megfogjuk egy pontját, úgyis majd nem a teljes erőt ábrázoljuk, és kör középpontjába illesztjük, lemetszük az alapsíkkal, ide berajzolható, betehető újra a nyíl, hogy akkor egyértelmű legyen, tehát az eredő döféspontja az alapsíkon, ez meghatározásra került. Berajzolandó, hogy egyértelmű legyen az alap test szélességének a fele, felező pontból. És megadható akkor a
az excentricitás értéke az beméretezhető. Nulla jön ki. Jó, nézzük meg azt, hogy mennyi lenne a maximum. Ugye a maximumhoz az alapsíkon meg kell jelölni az egyharmadot jelölő pontokat, tehát a feloszt parancsal osszuk fel az alapozás síkot három részre. Látható, hogy hol van a belső harmad. Így akkor beméretezhetjük az excentricitásnak a maximumát. Az 0,267 lesz. Jó, és ugye a teljes alapszélesség az 1,60 m. Jó, láthattak, mit kell itt ellenőrizni. A maximum az 0,267, viszont nekünk 0,225-re jött ki a döféspont, tehát ő megfelel excentricitásra, tehát folytathatjuk a rajzot. Na most ez az ellenőrzés az, ahol kiderül mindjárt, hogy kell-e erősítő rész vagy nem. Itt már, ha nem felel meg, akkor na most mennyire lehet pontos, ha pontos a szerkesztésünk, akkor itt ugye a harmadik tizedesben, ha eltérés van, tehát ha ott jelenik meg a nagyobb érték, akkor is már, ugye akkor módosítani kell a homlokfalon. Tehát itt pontos a szerkesztés, tehát pontos, ha majd, ha elviekben pont 0,267 lenne, akkor még éppen megfelelne. Jó, és akkor a további szerkesztés, tehát ugye itt feltüntetjük majd az egyes erőknek a nagyságát, jelét, a mintarajzon majd ez rajt lesz, ezzel az időt nem akarom húzni. Amit még beszeretnék mutatni, egyrészt az, hogy ugye nem kell az eredő erőt ugye végig ábrázolni, tehát nekünk a hatásvonala volt fontos, a döféspontja az alapsíkon, ezt kellett meghatároznunk. Nézzük meg a módosított erőrendszert, illetve tulajdonképpen még a kibillenésre való ellenőrzés be lehet fejezni. Itt olvasható a mintapélda megoldásában, hogy az aktív földnyomás függőleges komponense az 1,415, hát nézzük meg. Itt mérhetünk távolságot, mert ugye itt egy autóked rajzi egység az 1 kN, az 22,827, ez megegyezik, és nézzük az alsó komponenst, az pedig 33,451. Jó, tehát itt szerepel. És akkor a kibillenésre itt a képlet, tehát a kis GR szorozva GI plusz E aktív függőleges szor GE, még ezeket ugye nem méreteztük be, a GE és az R az még nincs meg, tehát akkor a GE azt hogy kapjuk? Ez lesz a GE. És az R, a kis R, pedig ez az érték lesz.
Jó, tehát nézzük meg itt a képletben a GE az 1,415, az R pedig 1,177 itt látható a képletben. Ennek kell nagyobbnak vagy egyenlőnek lenni, mint kettő, ez itt teljesül. Excentricitást megbeszéltük, talaj határfeszültségére történő ellenőrzés hiányzik még. Az függőleges komponense az erőknek, ha lemérjük, az elegi előrendszer eredőjének függőleges komponense az 135.861. Itt látható. Mik kellenek a G0 kiszámításához? Ugye a közötti járműtel hátsó kerekének súlya az PH66,66, ezt már korábban is használtuk. A közötti járműtel többi kerekének súlya az 33,33, mivel csak ugye egy van, az ijedik kerék távolsága a hátsó keréktől pedig 3 méter. Jó, ezt kell behelyettesíteni a képletbe, és megkapjuk a G0 értékét, ami 77,844-jel egyenlő, tehát rajzolni kell egy függőlegest az erők fóliára. Jó, látható, hogy kicsit túllógunk, tehát ilyenkor lejjebb mozgatjuk az összes erőt. Hogy elférjünk, rajzoljuk be az új erőnek a végpontját. És rajzoljuk be az új eredőt. Jó, hogyha ez is megvan, akkor ki kell számolni ezek után a GR veszővel újra, hiszen kibővítettük a függőleges erőket egy G0 értékkel, újra a függőleges erők hatásvonalának, eredője hatásvonalának távolságát az alsó sarokponttól, ugyanúgy számoljuk, mint az előbb. Az erőnek a karja, hogyha néztük itt a támaszerőt is, ez a 0,695, ugye ezt látjuk beírva a G0-hoz, most kiszámolt G0-hoz is, és a támaszerőhöz is. Ugyanott van a támadás pontja, itt ugyanott van a hatásvonala. Jó, kiszámoltuk, ez 0,73-ra jön ki. Ugye akkor ezt 7,3, de kétszer fölmérve. Jó, és ugye kapjuk majd az új metszéspontot, hogyha az elér parancsal eléretjük az aktív fölnyomás hatásvonalával a most berajzolt függőlegest. Jó, nem is baj, hogyha más színű most itt a bemutatáshoz. Tehát megvan az a kör, aminek a középpontjába kell eltolni az új eredőt. Máshol megfújjuk egy pontját, és elmozgatjuk ennek a körnek a középpontjához. A sárga kör középpontjához.
és ugye berajzoljuk a helyezzük a nyilat is, hogy egyértelmű legyen. Jó, akkor beméretezhetjük az új excentricitás elvesző értékét. Az 0,181 lesz, amit a bal oldalon látható is a képletben, és számolhatjuk a sigma max értéket, ugye ezzel a képlettel. Az R0 az itt kiszámításra került már, ugye hozzáható korábbi eredőhöz a G0-at, így 213,705 jött ki, nézzük meg. Méréssel, hogy ez annyi-e, 213,705. Rendben van, tehát ez lesz az L0 érték, itt látható a behelyettesítésnél, ugye 1,60 méter az alaptestnek a szélessége, szorozza ugye 1-el, szorozza az árujel 1 plusz, 6-szor elvesző, az a 0,181 méter per ugye az alaptest szélességével az 1,60-nal, elvégezve a műveletet a sigma maxra 224,223 kN per négyzetméter jön ki. Nézzük a törő teher meghatározását. Ugye a PT egyenlő C szer NC plusz T szer gamma szor NT plusz S per 2 szor gamma szor NB. Az NC, NT és NB értékek ugye táblázatból vehetők. Néztük is a táblázatot, most még egyszer nem hívom be, tehát a belső súrlási szög alapján lehet kiválasztani ezeket a tényezőket. Látható, hogy az C kohézió az nincs, tehát kohézió nélküli talajról van szó, tehát ide nullát írunk a C helyébe. Az NC-t azt kiírtuk, a 133,87. A kis t, az alapozás mélysége az 1 méter, ugye ez mindenkinek ugyanaz. A talajtérfogat súlya itt a mintapéldában 21 kN per köbméter szorozva, az NT tényezővel ugye kinézve a táblázatból a 134,87, és akkor nagyon fontos az, hogy mint hogy látható a képletben is, az alapozás szélességének a felétvel kell számolni, 1 méter 60 per 2 szorozva, ugyancsak a talaj térfogat súlyával a 21 kN per köbméterrel és szorozva az NB-vel, az NB tényező táblázatból pedig 135,87. Ugye megkapjuk a PT értékét, az 5114,886 kN, de ugye ennek a harmadával számolhatunk, tehát el kell osztani hárommal, mert három a biztonsági tényező, ez lesz 1704,962. Ugye ha összehasonlítjuk, hogy látható, hogy nagy biztonsággal megfelel a talaj határfeszültségére is a tervezett hídfő. Jó, tehát a hídfőellenőrzési feladattal kapcsolatban ennyit szerettem volna bemutatni. Nyilván a mintarajz alapján még lehet, természetesen kell is módosítani és pontosítani itt a rajzot. A főszerkesztési lépéseket én bemutattam, a finomítás pedig mindenki maga majd elvégzi.